iskolánk az Élia Szabina Alapfokú Művészeti Iskola életében a tehetséggondozás, az európai és nemzeti kulturális értékek megismertetése és átadása, valamint az érzelmi intelligencia fejlesztése mellett nagyon fontos az immár 55 éves múltra visszatekintő intézmény hagyományainak ápolása. A tanév elején a Zenei Világnap méltó megünneplése mellett legfontosabb eseményünk a Szabina napi hangversenyek megrendezése, amelyet névadónk iránti tiszteletadásból mindig az októberi Szabina névnaphoz kapcsolunk, és az Óbudai Társaskör gyönyörű nagytermében rendezzük meg, amely büszkeségünkre iskolánk egykori ikonikus igazgatója Tillottó nevét viseli. 2014 óta ebből az alkalomból minden évben művésztanáraink tehetséges növendékeikkel állnak színpadra, különböző kamara összeállításokban. Nagyon jó motiváció ez a gyermekeknek, és egyfajta elismerés, büszkeség is, hogy tanáraikkal együtt muzsikálhatnak, ami mindenki számára nagy élményt nyújt. A műsor évről évre nagyon színes, sosincs két egyforma tematika, ez garantálja törzsközönségünk számára a maradandó művészi élményt. Legutóbbi koncertünkön igazán különleges formációkat hallhattunk, úgy mint cselló, trió és kvártett, gitárduó és zongora négykezes, hegedű kvártett, baritonkül duó és énekduett. Valamennyi produkció magas szintű felkészítő munkát és sok-sok óra szorgalmas gyakorlást tükrözött, amelyet a közönség szűnni nem akaró vastapssal jutalmazott. Az utóbbi 5 évben a különböző művészeti ágak fúziós lehetőségeinek kihasználása érdekében számos olyan projektet valósítottunk meg, ahol az iskolánkban oktatott képzőművészet vagy néptánc is kapcsolódott a zenei eseményhez. A koncertre érkezve, a társaskör előterébe belépve, idén is képzőművész tanáraink és növendékeink alkotásaiból összeállított kiállítás fogadta a koncertre érkezőket. Az Élia Szabina Művészeti Iskola Szabina napi társasköri mester és tanítványa hagyományos estje egy nagyon jó bemutatkozás nekünk képzőművészet tanároknak is, és természetesen kis tanítványainknak is, úgyhogy mindig nagy örömmel jövünk. Ez az est bevezetése az estnek egyfajta kapuja. A koncert előterében lévő kiállítás fogadja és búcsúztatja az idebetérőket. Ebben az évben 7 tanárból 3 állított ki, rajtam kívül Ceglédi Zoltán és Kővári Kamilla kollégám. Óbudán összesen 7 vagyunk jelen, óbudai bázisiskolákban, körülbelül 300 tanítvánnyal. Ezek a mester-tanítvány koncertek, kiállítások különleges találkozási lehetőségek. Ilyenkor egy kicsit büszkélkedünk is mi tanárok tanítványainkkal, ugyanakkor egy fantasztikus együttállásról is szó van, hiszen oda-visszaható inspirációkból születtek ezek az alkotások, legyenek akár közös művek, vagy csak inspirált művek. Ennek a kiállításnak is ez lett idén a címe, egymástól inspirálva, hiszen általános jellemzője művészeti óráinknak, hogy hatunk egymásra oda-vissza. Ez a csoportmunka, a műhely munka lényege, közösségben van minden alkotó. Ezen az esten is együtt van jelen több művészeti ág, ahogy valamilyen szinten a művészeti iskolában is. Számomra ez kezdettől fogva meghatározó volt. Akár a Nemzetközi Bartók Zongora Versenyre készített zene által inspirált alkotássorozatunk, akár az Ütős Fúvós zenekarunk repertoárjának anyagára született munkáink, melyeket kivetítve lehetett látni a koncert alatt, és még sorolhatnám. Bár csak tényleg egy estére szól, tehát nagyon rövid ez az alkalom, mégis nagyon fontos, hiszen ilyenkor jelen van az iskolát követő közösség nagy része, és mint egy összművészeti program ez a kiállítás alkotja
bevezető és lezáró aktusát ennek az estnek. Együtt van jelen a zene és a képzőművészet, fontosak a visszacsatolások. Sok beszélgetés alakult ki most is a képek előtt, ami nagy öröm számunkra. Jelenlegi kiállításunkon 12 előképzős és 12 nagyobb, már alapfokú képzésben résztvevő tanítványom állított ki. Festészeti és grafikai párokkal készültünk, azt szemléltetve, hogy mennyire máshogy kell gondolkodni, technikától függően, ugyanannak a témának a megfogalmazásánál. Más, ha festünk, más, ha grafikát hozunk létre, vagy ha nyomtatunk. Nagyon lelkesek voltak a gyerekek, 30 körüli munkával vagyunk jelen. Mivel ez egy rendszeres és évről évre megismétlődő alkalom, szeretettel várunk minden érdeklődőt a Szabina napi koncertjeinkre és kiállításunkra.